a jogok, a szerzett nyugdíjjogosultságok elvétele miatti felháborodásból kiindulva demonstrációt hirdetett meg, majd a demonstráció hírére az ügyészség hát meglehetősen sajátos időzítéssel a politikai célzatosság gyanújának nehezen kizárható jellegével hát őrizetbe vette Szima Juditot, a tetrekész rendőrök vezetőjét, és egészen a behirdetett demonstráció végéig őrizetben tartotta, ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítve, hogy a vezető részt vegyen a demonstráción. Én nem gondolom egyébként, hogy ezt bármi mással indokolni lehetne, mint azzal a céllal, hogy ezt a demonstrációt az ügyészség és ezen keresztül, vagy az ügyészségen keresztül a központi kormányzat politikailag bénítsa. Én azt gondolom, hogyha a központi kormányzat, hogyha az államhatalom ilyen típusú visszaélésekre, politikailag motivált visszaélésekre hajlandó, képes, akkor érdemes a jogalkotás szintjén, a törvénykezés szintjén, a törvények szintjén minél jobban korlátozni azokat a lehetőségeket, amelyek esetében felruházzuk az államot arra, hogy kiemelt csődeljárást alkalmazzon. Nem vagyok meggyőződve arról, hogyha túlzottan nagy mozgásteret biztosítanánk a központi kormányzatnak, akkor nem járna el hasonló módon szelektíven politikai motivációkból bizonyos cégekkel szemben, olyan esetekben is, ahol nem a csődmafiával való leszámolás a kiemelt cél, vagy nem bizonyos nemzetgazdasági stratégiai kár megelőzése a cél, hanem egészen egyszerűen valamilyen a Fideszhez közel álló háttér gazdasági kereskedelmi szervezet megvédése, vagy valamilyen politikai bosszú beteljesítése. Sajnos ilyen világban élünk. Azt gondolom, tisztelt jobbikos képviselőtársam, hogy a piaci visszásságok, illetve a csődmafia problémáinak érzékelése az egy fontos felismerés és egy fontos szempont, ugyanakkor nem gondolom, hogy érdemes lenne eltekinteni attól a szemponttól, hogy nehezen bízhatunk a jelenlegi feltételek esetén a túlzottan nagy jogkörökkel felruházott államban, nehezen bízhatunk azzal, hogy abban, hogy nem élnének vissza a rájuk ruházott lehetőségekkel. Úgyhogy én ezért tartom mindenképpen indokoltnak, hogy mind méretében, mind pedig definíciójában korlátozzuk a kiemelt csődeljárásnak a lehetőségét, és pontosítsuk lehetőleg azt, hogy milyen esetekben lehet kiemelt csődeljárást indítani. És a harmadik pont, amit mindenképpen megfontolásra ajánlanék a tisztelt kormánypárti képviselőknek, ez pedig az, hogy ha már a kormány egy határozat formájában kiemelt csődeljárás alá vont egy adott céget, akkor tegyük lehetővé azt, hogy egy nagyon gyors eljárás keretében ezt a határozatot az adott cég a bíróságon megtámadhassa, a bírósági felülvizsgálatot kérhessen. Javaslatom szerint mindössze 2 nap állna erre rendelkezésre, a bíróságnak pedig peren kívüli eljárás keretében 3 munkanapon belül kellene döntenie a felülvizsgálatnak a sorsáról. Azt gondolom, hogy ez maximum 5 napos csúszást eredményezne, tehát semmiképpen sem lehet azzal érvelni, hogy ez pont a kiemelt csődeljárásnak az egyik célját, név szerint az, hogy meggyorsítsa a csődeljárást, és ezen keresztül védje a beszállítókat, hitelezőket. Ezt a célt nem csorbítja, mindössze 5 napról van szó, ugyanakkor beépít egy garanciális elemet, mégpedig azt a garanciális elemet, hogyha a kiemelt csődeljárás alá állítani kívánt cég ne úgy véli, hogy a törvényben foglalt feltételeknek nem megfelelve vonta őt a kormány kiemelt csődeljárás alá, akkor ezt a bíróságon megtámadhassa. Én azt gondolom, hogy ez egy jogállamban egy mindenképpen elvárható és indokolt szempont, hogyha már feltétlenül a kiemelt csődeljárás intézményét bekívánják vezetni, amit hát én alapvetően egy téves, elhibázott gondolatnak tartok. Szívesen reagálnék még a 9. pontra, ahol Bödes Barna képviselőtársam az alapvető élelmiszerekkel való ellátás szempontjából országos jelentőségének minősülő társaságokat is bevonná a kiemelt csődeljárás alá. Én értem a jó szándékot, értem, hogy
hogy minél több olyan terület kerüljön be a kiemelt csődeljárás alá, mely az állampolgárok, az emberek számára alapvető jelentőségű lehet. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a felsorolást, akkor azt látjuk, hogy itt olyan hálózati, infrastruktúrális szolgáltatások, közszolgáltatások vannak, melyekre általában érvényes az az alapvető közgazdasági tétel, miszerint ezek nem hagyományos piaci jószágok, hanem valamilyen olyan közjavak, amelyekre a piaci javakra vonatkozó szabályszerűségek nem alkalmazhatóak. Ugyanakkor az élelmiszerek azok nehezen sorolhatók egy kategóriába, például a közszolgáltatásokkal, az energiaellátással. Itt sokkal több szereplőről van szó, sokkal jobban működnek itt a piaci folyamatok, úgyhogy nem gondolom, hogy ebben az esetben indokolt lenne a kiemelt csődeljárás. Azt gondolom, hogy ebben az esetben elégséges lehet a hagyományos csődeljárás intézményének a megőrzése, mert nehezen vehető egy kalap alá ez a többi, a törvényben amúgy felsorolt jószág vagy szolgáltatás típussal. Nem véletlen például, hogy alapvető emberi jognak minősül például az ivóvíz az ENSZ szerint, és az ivóvízhez való hozzáférés egy olyan alapvető emberi jog, melynek a biztosítása minden állam kiemelt feladata. Ebből a logikából egyébként levezethető a vízművek privatizációjának a kritikája is. Ez egy olyan álláspont a képtelensége is. Igen, ez egy olyan álláspont, amivel kapcsolatban azt gondolom, hogy egy platformon vagyunk. Ugyanakkor nem véletlen, hogy sokkal nehezebb levezetni ugyanezt a logikát alkalmazni az alapvető élelmiszerekre, mivel más természetű szolgáltatásokról van szó, de nem menjünk itt bele gazdaságelméleti vitába, csak ezt szerettem volna jelezni, bár ennek a jelentősége nem olyan nagy. Még egyszer a 8-as pontra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az 50 milliárdos mérleg főösszegi határ, a másik az, hogy pontosítsuk a definíciót, és ezáltal korlátozzuk a központi kormánynak a hatalommal való visszaélés lehetőségét, a harmadik pedig az, hogy biztosítsuk azt, hogy a kiemelt eljárással alávont cégek azt a fővárosi bíróságon felülvizsgálatát kérhessék ennek a határozatnak, és erről a bíróságnak 3 napon belül döntenie kelljen. Ezeket szerettem volna elmondani a részletes vitában, és köszönöm szépen a lehetőséget. 2 percet reagálása következik, Volner János, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Sering képviselőtársam, még egyszer, mi azért javasoltuk azt, hogy ne legyen 50 milliárdos mérlegfőösszegben meghúzott határ, mert ha valamihez fontos közérdek fűződik, ahhoz, hogy adott esetben az a gazdálkodó szervezet tovább éljen, vagy a felszámolása során a vagyon ne tűnjön el kézen közön, mint ahogy most a jelenlegi felszámolási gyakorlat alapján nagyon sokszor előfordul, sokszor maga a felszámolt cég is közreműködik abba, hogy a vagyon a kézen közön eltűnjön, esetleg a hitelezői sorrend cserélődik meg nem kívánt mértékben. Ezeknek a praktikáit itt Bödes Barna képviselő társam már az általános vita során részletesen is ismertette, nem kívánok erre kitérni, ő a könyvvizsgálói gyakorlatából konkrét példákat hozott erre. Én azt mondom, hogy ha érvényesíteni szeretnénk a közérdeket, ezt az államnak a dolga megtenni, akkor olyan módon kell, hogy eljárjon, hogy igen, akkor az állam gondoskodjék a felszámolási eljárás törvényes lefolyásáról, és arról, hogy az a közvagyon adott esetben, ami egy gazdálkodó szervezet felszámolásakor egyébként kézen közön eltűnne, az minél nagyobb arányban megmeneküljön. Köszönöm szépen. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vitát lezárom. Megkérdezem Rogán Antal képviselő urat, hogy most vagy a határozathozatal előtt kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. Most? Igen, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, csak nagyon röviden. Egyrészt szeretnék arra reagálni, hogy
Latorcai János és Rubovszki György képviselőtársaim által leadott módosító indítványok, amelyeket a gazdasági bizottság ugye nem házszabályszerűnek ítélt, azok a legfelsőbb bíróság csöttörvénnyel kapcsolatos gyakorlatát, az ottani ítéletekben megfogalmazottakat emelik át gyakorlatilag a törvénybe, csak hogy a mi törvényjavaslatunknak nem a csöttörvény általános módosítása volt a célja. Ugye ez ki is derül belőle egyértelműen, ezért is ítélte a bizottság nem házszabályszerűnek. Attól még ezek akár támogathatók, de akkor, hogyha majd a csöttörvény általános felülvizsgálatára kerül sor. Itt egy konkrét intézménybevezetését kezdeményeztük ebben a törvényjavaslatban, ami nyilvánvalóan nem függ össze ezekkel a passzusokkal. Tehát én nem is akarok kitérni ennek megfelelően a Latorcai Rubovszki módosító indítványokra. A többiekben ugye Gyimesi Endre módosító indítványainak egy részét mi támogattuk. Én azt gondolom, hogy ez egy jó megközelítés ebből a szempontból. A 8-as ajánlási ponttal kapcsolatban én csak azt tudom mondani önöknek, hogy én azért nem értek egyet a 8-as ajánlási pontban megfogalmazottakkal, több gondom is van vele. Egyik oldalról szerintem ez az 50 milliárd forintos határ, ez azért én több olyan helyzetet is el tudok képzelni, amikor ez nem működőképes, tehát például miért ne lenne stratégiailag fontos ágazat adott esetben mondjuk egy olyan gázszolgáltató, aki egy területen bír valamilyen regionális lehetőséggel, vagy akár komolyabb monopóliummal. Az ottani felszámolásának a szabályairól azért kell adott esetben a kormánynak dönteni, mert az ott az ellátás biztonságot befolyásolhatja, ugyanakkor ezt a mérleg főösszeget nem éri el. Tehát én ezt nem tartom indokoltnak, hogy ilyen korlátot bevezessünk. Ugyanúgy felhívnám a figyelmet arra, hogy ami a jogorvoslatot illeti, nagyon jól tudjuk, hogy néhány nap mire jó egy felszámolás előtt álló cégnél, vagy a csődeli előtt álló cégnél, arra, hogy vagyonelemeket eltüntessenek, de nem is ez az elsődleges indokom. Igazából azért nincs értelme, mert gyakorlatilag nem nagyon látszik, hogy mi lehetne a jogorvoslat alapja az időhúzáson túl. Mert hogy egyedi mérlegelési joga így ebben az értelemben gyakorlatilag a bíróságnak, legalábbis a törvény leírt szövege alapján én azt gondolom nem nagyon lehet. Így a jogorvoslat itt legfeljebb az időhúzás célját szolgálja. Ebből a szempontból megértem, de ennek a támogatása meg nem áll szándékunkban. Ezért nem támogattam ezt a módosítóindítványt. Bödes Barna képviselőnek az egyik módosítóindítványát, tehát a 9-es ajánlási pontot igen. Én azt gondolom, hogy ez egy jó megközelítés, egy kimaradt szempontra hívta fel a figyelmünket az élelmiszer, az alapvető élelmiszerekkel foglalkozó cégek tekintetében, hogy ellátásbiztonság ott is egy nagyon fontos kérdés. A másiknál viszont én azt gondolom az, hogy most mindenféle határokat vezessünk be a felszámoló díjazását, illetően nem ez a törvény az, ami ennek helyet kell, hogy adjon, ez sokkal inkább a csődeljárás által szabályainak az áttekintésénél lehetne erre visszatérni. Én azt gondolom, hogy ennek nem mindig van értelme, talán abból a szempontból lenne értelme, hogyha egy időbeli és egy pénzbeli korlát együttesen működne valamilyen formában, mert azért egy csődeljárás az időnként nem egy rövid folyamat, tehát azért ott is figyelembe kell venni értelemszerűen a költségeket, de ez most szerintem nem is ide tartozó. Tehát igazából én azt gondolom, hogy bár értelemszerűen ehhez így ebben a formában van köze, de relevanciája ennél a törvényjavaslatnál nincs, ezért nem támogattuk ezt a módosítót. Köszönöm szépen! Megköszönöm a képviselő válaszait, a módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a szabályozott ingatlan befektetési társaságokról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Rogán Antal, Mennyi Roland és Manninger Jenő Fidesz képviselők önálló indítványát T/3538-as számon, a Gazdasági és Informatikai Bizottság ajánlását pedig T/3538/5-ös számot kapták készhez. A bizottsági ajánlás összesen 3 ajánláspontot tartalmaz. A módosító javaslatok számára és a közöttük lévő összefüggésekre figyelemmel indítványozom, hogy a vitát egy szakaszban folytassa le az Országgyűlés. Kérem, ezzel kapcsolatos szavazatukat kézfelemeléssel tegyék meg, amennyiben egyetértenek az egyszakaszos vitával. Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványt elfogadta, így megnyitom a részletes vitát, és megadom a szót az elsőként jelentkező Göndör Istvánnak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, és tisztelt előterjesztők. A parlamenti vita, általános vita szakaszában is vállaltuk és kaptunk elég sok hideget, meleget a fejünkre azért, mert támogattuk ezt a törvényjavaslatot. De ha azt a célt,
amit az általános vita során is megfogalmaztak az előterjesztők, mi azt kezdeményeznénk, hogy 10 milliárdról 3 milliárdra csökkentsük az induló tőkét ennek a társaságnak. Ha azt akarjuk, hogy valóban működjön, és több ilyen társaság jöjjön létre, akkor lehetővé kell tennünk azt, hogy kisebb összeggel is elindulhasson. Ez lehetőséget teremt arra, hogy több összefogásból tényleg kisbefektetők is létrehozhassanak ilyen társaságot. A következő, a hármas ajánlási pont, Veres János, én szeretném kérni az előterjesztőket, hogy fontolják meg, hogy azok a jogosítványok, amelyeket kapott ez a társaság, ez az ingatlan befektetési társaság, abba az ingatlan bérbeadása beletartozik. Ha az ingatlan bérbeadásánál opciót kap valaki arra, hogy vételi joga van a későbbiek során, ez lehet egy magasabb bérleti díjnak az alapja, tehát ezzel a társaságnak nő a nyeresége, nő a fizethető osztalék, talán nem kell ezt ebbe a körbe tovább magyaráznom, és akkor, ha az ingatlant értékesíti, mert a vételi opcióban sok mindent ki lehet kötni, ezeket sem akarom itt tételesen felsorolni, tehát ha egy korrekt vételi opciót kap valamely bérlő, vagy valamely okon az ügyletbe kapcsolódó szervezet, ez semmiképpen nem hátrányos az ingatlan befektetési társaság számára, és így nem veszélyezteti a befektetést, nem veszélyezteti az osztalékfizetést, tehát nem lehet semmi nemű káros hatása azokra nézve, akik részt vesznek ebben a befektetési társaságban. Tehát kérem az előterjesztőket, hogy fontolják meg ennek a hármas számú indítványnak is a támogatását. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Felsorása következik, Volner János, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr, én az egyes ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni. Itt a javaslattevő az 10 milliárd forintról 3 milliárd forintra csökkenteni a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok induló tőke igényét. Ezzel kapcsolatban képviselő társaim, valamire fel szeretném hívni a figyelmet. A 10 milliárdos határ, de már a 3 milliárdos is, egy olyan jelentős piacra lépési korlátot jelent a magyar kis- és középvállalkozói szektor részére a magyar ingatlanfejlesztések területén, amit nyilvánvalóan a cégek nem fognak tudni átugrani. Arra sincs lehetőség, hogy kisebb üzemméretű cégek összeálljanak és közösen alakítsanak egy ilyen társaságot, hiszen a saját projektjeiket külön-külön menedzselik, azokat a gazdálkodó szervezetek külön viszik, és elkülönített módon gazdálkodnak a pénzzel, elkülönített módon jutnak hitelhez. Ez tehát egy olyan korlát, amely semmi egyébre nem lesz jó, csak arra, hogy ahogy ugye elnök úr is megfogalmazta a gazdasági bizottság ülésén, kifejezetten azokat a nagy befektetői köröket célozza meg, akik a magyar ingatlan piacra elegendő mennyiségű pénzzel jönnek. Na most kérdés az, hogy amikor pang az ingatlan piac, amikor egyébként itt különösebben nem is várhatunk a jelzálog hitelezés leállása, illetve erőteljes lelassulása miatt jelentős felfutást, ezek a társaságok való mit fognak a magyar piacon keresni? Ugye ennek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságnak a nemzetközi terminológiában REIT rövidítés néven a megfelelője, ezeknek a REIT társaságoknak 10%-a jellemzően jelzálog rejtként működik, azaz semmi egyéb szerepe nem lesz, mint az, hogy a bajba került devizahitelesek lakásait felvásárolja. Ezek ezres nagyságrendű felvásárlást jelentenek cégekként, ez már az induló tőke nagyságából látszik is, tehát semmi egyébre nem lesz alkalmas ez a kormányzati előterjesztés, mint az, hogy a kormány kellően összehangolja a saját tevékenységét a piacra tett lakások kvótáját ezeknek a cégeknek az igényével, majd pedig akár el tudom én azt is képzelni, hogy ilyen csoportosan kilakoltatják az embereket a saját lakásaikból, a lakások
megmaradnak ezek a bizonyos jelzálog rejtek, vagy ugye a magyar szabályozás szerint szabályozott ingatlan befektetési társaságok pedig felvásárolják majd ezeknek a lakásoknak a jelzálog jogát. A legnagyobb kárt természetesen a lakástulajdonosok szenvedik el, azok, akik jelentős veszteséget szenvednek el ennek kapcsán. A másik jelentős kár pedig az lesz, hogy magyar embereknek egészen széles köre, hát a hőn áhított nyugat mintájára gyakorlatilag saját tulajdonú lakás nélkül marad, majd pedig a rejtek által felvásárolt lakásokban bérlőként kénytelen a továbbiakban lakni, és ilyen módon tegetni az életét. Hát ennek a megakadályozása én azt hiszem, hogy egy fontos nemzeti célkitűzés lehet, és én arra kérem a képviselőtársaimat, tudom, hogy óriási a kísértés a kormány oldalról, abba, hogy létrejöjjön ez a törvény, és ilyen módon ezeket a nagy ingatlan befektetési társaságokat Magyarországra hozzák, de álljanak ellen ennek a kísértésnek. Ne adjanak nekik extra adókedvezményeket, mert amit most csinál a kormány, az egy rövid távú, kifejezetten korlátolt gazdaságpolitikai gondolkodásnak a következménye, annak, hogy miközben extra adókedvezményeket adunk ezeknek a társaságoknak, emlékeztetnék arra, hogy a törvényjavaslat szerint sem társasági adót, sem iparűzési adót ezek a társaságok nem fognak Magyarországon fizetni, ezzel szemben olyan magyar vállalkozóknak, akik jóval kisebb tőkeerővel rendelkeznek, kell versenyezniük ezekkel a társaságokkal a piacon, akiknek mindenféle közterhet meg kell fizetniük Magyarországon. Ez sérti teljesen nyilvánvaló a magyar kis- és középvállalkozások érdekeit, teljesen egyoldalúan versenyelőnyhöz juttatja azokat a nagy vállalkozásokat, akik ezt a tőke korlátot képesek megugrani a magyar ingatlan piacon, és teljesen nyilvánvalóan ahhoz fog vezetni, mint ami már eddig is kifejezetten erős folyamatként megfigyelhető volt Magyarországon, hogy egyes külföldi befektető cégek jelentős részben a tevékenységüket különböző mutyi rendszereken keresztül az adott önkormányzatokkal összehangolva óriás befektetéseket valósítsanak meg, a reális piaci értéknél jóval kisebb értékben jussanak ingatlanhoz, akár megépült ingatlanhoz, lakóházhoz, akár pedig fejlesztési területekhez. Én azt kérem, hogy mindenkiben legyen akkora a felelősségérzet, hogy nemet mond erre a javaslatra, párt hovatartozásától függetlenül. Köszönöm szépen! Felszólása következik, Seyrin Gábor, az LMP képviselője. Köszönöm szépen. Ezúttal szeretném kifejezni egyetértésemet Volnár János képviselőtársammal. Részletesen az ajánlás második és harmadik pontjához szeretnék hozzászólni, de az, hogy a hozzászólásom veleje érthető legyen, azt gondolom, hogy érdemes visszautalni azokra az általános kérdésekre, amelyek miatt ezt a törvényjavaslatot mi semmiképpen sem tudjuk támogatni. Ugye a kormány ezzel a javaslattal gyakorlatilag abból a feltételezésből indul ki, hogy a magyar ingatlan piac és talán ezen keresztül a magyar építőipar azáltal lendíthető fel, hogy extra adó kedvezményeket és extra adminisztratív kedvezményeket nyújt olyan óriás méretű ingatlan befektetési alapoknak, melyek eddig hát szabályozottabb körülmények között voltak kénytelenek operálni. Ugye ezzel gyakorlatilag hát a legfőbb hatás, ami elérhető, az az, hogy olyan többlettőke áramlik az ingatlan piacba, melynek a célja az, hogy rövidtávú, gyors és lehetőleg pénzügyi orientált megtérülésekre tegyen szert. Ezért gondolom azt, hogy szabályozott ingatlan piaci alapoknak nevezni ezeket az alapokat meglehetős eufémizmus, sokkal inkább célszerű ezeket valódi nevükön nevezni, valódi jellegükre utaló elnevezést adni nekük, ez pedig nem lehet más, mint ingatlan spekulációs alapoknak kell ezeket nevezni. Ingatlan spekulációs alapok, mivel a legfőbb célja ezeknek az alapoknak az az, hogy az ingatlan értékével különböző befektetési alapok az ingatlan értékére spekulálva, az ingatlan értékével játszadozva tegyenek szert a pénzügyi szférán belül profitra. Ezzel hosszú távon érdemi reálgazdasági hatást elérni nem lehet, és mindenképpen szeretnék itt még egyszer visszautalni arra, hogy azok az országok, melyek arra a tőkére építettek, melyek
rövidtávú szemlélettel a pénzügyi szektorba, vagy az ingatlan szektorba spekulatív célzattal befektetve áramlanak be egy országba, azok minden esetben a kiszolgáltatottságot fokozták. A magyar gazdaság egy sajátos függésben van a globális gazdasághoz, ezt a függést felszámolni nem lehet, mindenképpen számolnunk kell azzal, hogy nemzetközi és külföldi tőkét kell az országba behozni, ugyanakkor nagyon nem mindegy, hogy milyen tőkét hozunk be az országba. Hogy spekulációs célú portfólió befektetéseket hozunk ebbe az országba, vagy pedig olyan tőkét hívunk be az országba, amely tartósan abban érdekelt, hogy a magyar gazdaságban mélyen beágyazódva magas hozzáadott értéket termeljen, és ezzel a magyar kis és közepes vállalkozásoknak is lehetőséget adjon a kibontakozásra, és ezzel munkahelyeket is teremtsen. Én azt gondolom, hogy ez a javaslat homlok egyenest ellentétben áll a második céllal, és csak is kizárólag az első célt tudja szolgálni, azaz a spekulációs tevékenységet támogatni, ami semmiképpen sem vezet egy hosszú távon fenntartható gazdasági fejlődéshez. Ezért mondtuk azt az általános vitában is, hogy semmiféle formában nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot, és hát már ott kiderült, hogy Veres János és a szocialisták viszont örülnek ennek a javaslatnak, és a gazdaság élénkítésnek egy megfelelő eszközét látják ebben a javaslatban, úgyhogy nem lep meg, hogy nem csak, hogy örülnek ennek a új szabályozatlan ingatlan spekulációs alapnak, mint gazdasági, társasági formának, hanem még egyenesen ki is terjesztenék ennek a lehetőségét. A második ajánlási pont az egészen kérdőjeles a számomra. Itt Veres János szeretné kivonni a törvényből azt a korlátozást, mely kizárja más hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, kockázati tőkealapkezelőnél vagy biztosítónál a vezetői beosztású személyeket abból, hogy ezekben a spekulációs ingatlanalapokban vezető állást tölthessenek be. Én azt gondolom, hogy ha már a jogalkotó létre kívánja hozni ezt a teljesen elhibázott spekulációs ingatlanalap formát, akkor elindulva ezen az úton, akkor mindenképpen indokolt kizárni azokat a személyeket, akik már az adott piacon meglehetősen nagy információs töblettel rendelkeznek. Ez azért borzasztóan fontos, mert ha más nem, hát a gazdasági világválság egyik legfőbb tanulsága az a benfentes információknak a kétes értéke, és az, hogy ezek a benfentes információk egymást erősítve tudnak extra profitot eredményezni azoknak, akik számára a benfentes információk elérhetőek, ugyanakkor kizárják a bizniszből azokat, akik számára viszont nem elérhetőek. Egyrészt ezzel súlyosan rontják az esélyt annak, hogy mások is megkapaszkodjanak ezen a piacon, viszont egy sajátos belterjes szférát hoznak létre, egy sajátos belső értelmezési kerettel, sajátos belső tudással és sajátos információkkal, ami erősíti azt a csorda magatartást, ami egyébként jellemző általában a spekulációra, és ami általában jellemző a pénzügyi szektornak a működésére. Ezért tudnak kialakulni oly gyakran buborékok, ezért jellemző ennek az egész szférának, szektornak a működésére a ciklikusság és a reál gazdasági fundamentumoktól való eltérés. Ez az egyik alapvető összetevője, hogy miért egy piaci kudarcoktól meglehetősen alaposan megvert szektor, ez a pénzügyi szektor. Ez a szabályozás, amit most Veres János képviselőtársam törölni kíván, ez valamennyire ezt a benfentes hatást tudta volna csökkenteni, innentől kezdve még nagyobb lesz a kockázat annak, hogy a valóságtól elszakadva dolgozzanak az ingatlan spekulációs alapok vezetői. Hasonlóképpen kiterjeszteni az ingatlan spekulációs alapok működési feltételeit a harmadik ajánlási pontban Veres János, és azt mondja, hogy lehetőséget kell biztosítani ezeknek az alapoknak arra, hogy vételi jogot is szerezzenek az ingatlan portfólióba tartozó ingatlanra vonatkozóan is. Én nem gondolom, hogy bármilyen tekintetben ki kellene terjeszteni ezeknek az ingatlan alapoknak a működését.
ha már elindítjuk őket, amit én mondom, még egyszer nem támogatok, akkor lehetőleg minél korlátozottabb hatáskörben tudjanak működni. Ezeket szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm, jelzem metakommunikáló képviselőtársaimnak, hogy vita egy szakaszban zajlik, és 15 perc a rendes felszólalás ideje, de most 2 perces reagálásra megadom a szót Göndör Istvánnak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Én nem akarom az általános vitát újra lefolytatni, de akkor jegyző voltam, és nem tudtam Sherin Gáborral vitatkozni. Én úgy látom, hogy képviselő úr nem bír megszabadulnia, hogy örülök, mert egy fél mondattal érintette. Igaz, hogy az a válság, ami sújt bennünket, az az ingatlan piacból indult ki, de akkor tegyük már hozzá azt a félmondatot, hogy a fedezet nélküli hitelezés, a rossz hitelezés következménye, tehát nem hiszem, hogy egy rossz magatartásból el kellene ítélnünk egy olyan folyamatot, amely lehetőséget nyit arra, hogy Magyarországon megmozduljon az ingatlan piac, valójában legyen lehetőség tényleg arra, hogy szabályozott körülmények között